számtalan orosz recept szól a halakról, úgyhogy nem maradhatott ki az utazásaink során a halászat sem, ezért eljöttünk ebbe a kikötőbe, hogy kihajozzunk és halásszunk. Alessandro, tu hai mai pescato nella tua vita? Sì, certo. Hai anche così con la rete o sempre così? No, anche in peschereggio. Buongiorno, signori. Alessandrónak már volt ilyen élményben része, hiszen már volt kint halászhajóval és hálóval is halászhat, de nekem ez az első alkalom. Questa sarà mia prima volta, signori. Possiamo salire sulla barca? Felszállhatunk? Köszönjük szépen! Grazie. Kimegyünk egy kicsit a vízre, és megnézzük, hogy hogyan is működik ez a mesterség. Remélem, hogy fogunk is valamit. Che cosa aspettate? Per riusciamo a prendere qualcosa? Che tipo di pesce? Speriamo che il mare ci offra qualcosa. Nagyon reméljük, hogy a tenger fog nekünk adakozni. Alessandro háromféle csoportba sorolta a halakat, amit az olaszok esznek. Vannak a kemény borításúak, akkor a sztárcsai, amik a kagylók és a rákok. Vannak a nagy halak, mint például a süllők, keszegek, sügérek. És vannak az icipicik, mint például a szardellák. Ezeket az olaszok mind rendszerint fogyasztják. E poi c'è tutto il pesce si chiama di paranza, cioè quello che andremo a cercare di prendere adesso, che buttano le reti sulla costa e vengono su tutti i vari tipi di pesciolini, granchietti, e quello si butta nella farina, poi in friggitrice e lì è il fritto misto di paranza. Aha, most pedig abban reménykedünk, hogyha bedobjuk a hálót, akkor fel fognak akadni a kisebb halak meg rákok, amit Alessandro legszívesebben egy kis panírban, lisztben kisütne, és akkor utána kész is van az első fogásunk. Via variano le ricette sulla base delle regioni? Ma certo. Az Olaszország különböző részén különbözőképpen készítik el a halat? Le regioni, le ricette vanno in base alle regioni dove ci troviamo, perciò dal nord al sud cambiano gli ingredienti. Ci sono dei profumi diversi, chiaramente. Igen, másféle illatokkal és fűszerekkel dolgoznak Olaszország különböző régióiban, másféle zöldségeket és hozzávalókat használnak fel hozzá. Per me il pesce meno lo cuoci e meno ingredienti ci metti, meglio è. Alessandro szereti, hogyha a halnak az ízét tisztán lehet érezni, ezért azt mondja, hogy minél kevesebb hozzávalóval dolgozunk, annál finomabb lesz. De azt hiszem, meg is érkeztünk. Ci siamo fermati? Sì, mi sa che siamo pronti per buttare. Menjünk is kell hátra, hogy bedobjuk a hálót. Vediamo. Ott van a horgonyunk, ahol a gólya ott a távolban. Fate un giro tondo. Fanno un giro tondo. Most pedig kiengedjük a köteret, és teszünk itt magunk körül egy kört. Perché un giro tondo? Così dopo riescono a tirare su e fanno un tipo un imbuto. És aztán utána megfogjuk majd, ahogy szépen tesszük a kört a hajóval, kiengedjük a kötelet majd a hálót, és aztán utána, ahogy megrántjuk a kötelet, szépen mint egy zsák össze fog szorulni a hálónk is. Ebben reméljük, hogy benne lesznek a kis halak. 400 méteres ez a kötél és ez a háló, úgyhogy eléggé nagy kört fogunk itt tenni. Azért ebben csak fennakadnak a halak. Alessandro is besegít a munkába. Megtanítják neki, hogyan kell halászni. Az a lényeg, hogy ne csavarodjon fel a háló, azt kell szépen két kézzel kiegyengetni. Hú, látszik, ahogy a sirályok már ott gyülekeznek a háló körül. Azt hiszem, ők is a kapást várják. Ide érkeztünk az első bójához, amit most szépen felhúzzuk a kötelet, és ezzel bezárult a kör. Most elkezdjük felhúzni a kötelet, hogy összehúzzuk a hálót, mint egy zsákot. Minden nap kihajóznak, és nagyjából 4-5-ször bedobják ezt a hálót. Persze attól is függ, hogy milyen a kapás. Aha. Szeptember-októberben nagyobbra hagyják a kört, amit leírnak a hálóval, de például a nyári időszakban a parthoz közelebb található a hal. És ez azért van így, mert május, június, július az az időszak, amikor születnek a kis halak. Azok még a parthoz közel találhatóak. És ahogy megnőnek, kiúsznak a szabad tengerre, ezért a halászok is követik ezt a folyamatot. Guardiamo delle reti più grandi perché ci sono vari mesi dipende dalle pesche, ma questo è il peso dei polipi, lo pesce azzurro, anice, tutto questo. És ugye igazság szerint a háloknak a sűrűsége is igazodik az éppen aktuális időszakhoz, mert a nyári időszakban polipokat könnyebb fogni, ehhez elég a nagyobb háló. E poi a settembre, ottobre, pesca di calamari. Sì? Szeptember-október a tintahalak időszaka, mert akkor már elkezd a víz is lehűlni, és több a tintahal, ami kijön ide a tengerpartjához.
questo è il nostro lavoro. A volte quando il tempo ce lo permette usciamo, se non ce lo permette... De van olyan is, amikor az időjárás nem engedi meg, hogy elhagyják a kikötőt, és akkor viszont az a nap az kukába ment. És abban a pillanatban, amikor ők kikötnek, már jönnek rögtön a bevők, és viszik az étterembe, a piacra, és néha akár maguknak otthon haza is innen a kikötőből. Mindig lo vendete subito al volo. Abban a kikötés után 2 perccel már el is van adva az összes fogás. Általában mire számítotok, mi lesz a hálóban? Ő mindig az arannyal teli ládára számít, de persze az nem jöhet össze. Questo è uno dei lavori più difficili al mondo, eh. Azt mondja Alessandro, hogy ez az egyik legnehezebb foglalkozás és mesterség a világon. Volte... Miért gondolod így? Perché pensi così? Molte oltre alla fatica, molte volte sono più le spese che il guadagno. Ugye kiszámíthatatlan az eredmény, hiszen az embernek mindig be kell dobni a hálót, és abban reménykedhet csak, hogy lesz fogás, de ez egyáltalán nem garantált. Mindjárt kiderül, hogy fogtunk-e valamit. Guarda! Azt nézd, van benne csomó minden. Ó, van benne egy polip is. Sí. Elképesztő, van fogásunk. Kis polip. Milyen nem is kicsi. Jézus, milyen nagy. Alessandro, de ügyesen csinálod. Elképesztő. Ora, dai che te lo tiro. Nem kell. Saluta gli amici dall'Ungheria. Igen, üdvözöljük a magyar barátainkat. Ciao, ciao Budapest! Ciao, ci Budapest. Vediamo a Budapest! Wow! Opa! Puto! Ah! Guarda! Alessandro! Itt mi történt, Alessandro? Che cosa è successo qua? Mi történt itt? De meg láttam, üdvözölte Budapestet, però ha detto ciao, ciao a Budapest. Nem szeretném, de szép. Gyönyörű. Lo ributtiamo a mare questo? Visszadobjuk a tengerbe, mert kicsike. Hadd nőjön még meg. Dobbiamo, buttiamo. Vai. Vai e cresci, che poi... Visszadobunk, hogy megnőjél, és aztán újra kihalászunk. Ciao, ciao. Nézd, Zoe is elhagyta a kis fekete tintáját. Itt végeztünk mára? Abbiamo finito per oggi? Meg vagy elégedve azzal, amit kifogtunk? Più che altro abbiamo visto la vita dura di questi eroi, perché sono eroi. Azt mondja Alessandro, hogy azon túl, hogy eléggé sok mindent kifogtunk, nagyon büszke és nagyon-nagyon gratulál a halászainknak, akiknek a munkája igen nehézkes. Tehát ez látszik is. Questo qua è tutto piccolino, lo ributtano in mare per farlo crescere. Mivel itt majdnem minden icipici, ezért vissza fogjuk dobni a tengerbe, hogy megnőjenek. A tengeri csikó csak ott él, ahol a tenger tiszta, hiszen kihalász szélén van a tengeri csikó. Elképesztő, hogy sose láttam tengeri csikót. Non ho mai visto una cavalluccio. Sose láttam még tengeri csikót. Questo è segno di acque pulite, non inquinate. Igen, ez annak a jele, hogy itt nagyon tiszta a tenger Olaszország körül. Dobjuk vissza, nehogy megfulladjon. Ciao, ciao, ciao. Mare, si nascondono sotto la sabbia. Ezek a kis lapos lepényhalak a homokon élnek. És ezt is meg lehet enni? Si mangiano anche questi? Certo, bisogna aspettare che siano... Igen, csak meg lehet enni, csak meg kell várjuk, hogy jól megnőjenek. Arrivano anche a 2-3 kg. Nem mondod komolyan, ez akár 2-3 kilósra is meg tud nőni. Grazie mille, köszönjük szépen! È stato un vero piacere, geniális volt! Che esperienza, micsoda tapasztalat, micsoda élmény! Io c'ho anche il mio ricordo,
Alessandrónak egy örök emlék marad ezen az ingen. Péter, finito? Mára végeztetek? Pulire, sistemare. Kicsit kitakarítanak mindent, rendbe tesznek, a hálót leellenőrzik, hogy minden a helyén van, és aztán hazamennek ebédelni. De, hogy egy halból sosincs ilyen, hogy valószínűleg ma is halat fognak ebédelni az urak. Köszönjük szépen még egyszer. Grazie mille ancora. Ezt látom vero piacere, veramente, signore. Complimenti, gratulálunk a munkáért. Grazie.